Így néz ki a nyírbogáti új agrárlogisztikai központ, amelyet főként a termények tárolására fognak használni. Később innen, vagyis a legrövidebb úton szállítják majd az alapanyagokat a város konyháira. Napjainkban ugyanis felértékelődött a helyben termelt zöldség és gyümölcs, fogalmazott beszédében dr. Simonné, dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere. Pap Zsolt György helyettes államtitkár pedig azt mondta, Nyírbogáton kiemelt jelentősége van az agráriumnak. Született szabolcsiként mindig el szoktam mondani, hiszem és vallom, hogy Szabolcs megye az ország éléstára, éléskamrája. És ékes példája ez a beruházás is, ahol oly nagyra tartják az agráriumot, ahol olyannyira értékelik a közmunkaprogramban megtermelt javakat, amely szolgáltatja az étkezéshez a helyben megtermelt ízeket. Mert igenis fontos, hagyományaink és kultúránk része. Gyökerünk ebből táplálkozik, hogy olyan zöldség és gyümölcs termesztéssel foglalkozunk, amely meghatározza a jelenünket. A megyei közgyűlés alelnöke a fejlesztések népesség megtartó erejére mutatott rá. Sokszor beszélünk arról, hogy mennyire fontos a népesség megtartó képesség egy település, vagy egy térség, vagy egy megye, vagy egy ország életében. Én ezt egy picit megfordítanám, talán ettől fontosabb az, hogy a képesség megtartó népesség is rendelkezésre álljon, és ezek a fejlesztések, a mai is, amit most átadunk, pontosan ezt a célt szolgálja meg, hogy a képességbe is megerősödjenek az itt lakók. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a megye és azon belül a nyírség a II. Világháború óta soha ennyit nem fejlődött, hiszen az elmúlt évtizedben közel 50 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. 141 beruházás érkezett 26 milliárd forint értékben. Itt tetszenek látni felsorolva azokat a fejlesztéseket, amelyek megvalósultak ezen programban. Ez adta a választókerületünk fejlesztési programjának a gerincét 26 milliárd forint értékben, és ha ehhez hozzáteszük a 4 milliárd forint értékű Magyar Falu Program fejlesztéseit, a közúti útfejlesztéseket, amely mintegy 10 milliárd forintot tesz ki 7 év alatt, valamint az egyedi kormánydöntéseket, akkor az 50 milliárd forint értéket is elérjük. A mintegy 252 millió forintból épült agrárlogisztikai központ átadóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, Nyírbogáton jól hasznosulnak az Európai Uniós források. A mezőgazdasági termelésre épülő logisztikai központ, amely egy lépéssel ismét feljebb viszi a térség ellátottságát, és a környezettel való kapcsolattartásban is a központi szerep kivívását, Nyírbogát jövőjét is jelenti, de mindannyian tudjuk, hogy a jelen és a jövő csak akkor tud megvalósulni és tovább épülni, hogyha nem elégszünk meg a jelenben már elért eredményekkel. Éppen ezért mindig tovább is kell lépni. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy Nyírbogát ebben is rendkívül tudatos, stratégiai gondolkodású emberek által vezetett összetartó közösség. Éppen ezért, amikor büszkén hivatkozunk arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az egyik legsikeresebb az Európai Uniós források felhasználása tekintetében, hiszen míg az Európai Uniós átlag alig haladja meg a 71%-os hasznosulást, addig Magyarországon rendre 80% fölött végzünk, és az idei évben is nagyon úgy néz ki, hogy meg fogjuk haladni a 80%-ot, hiszen már most, még amikor 2 hónap hátra van az évből, már 80%-os teljesülésnél vagyunk, akkor büszkén mutathatunk Nyírbogátra is, mint példaként, mint referenciapontként. A miniszter hozzátette, a nyírbogáti agrárlogisztikai központ nem csak egy épület, hanem a jövő egyik építőkockája.